Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Életemben, amikor egy nehéz időszakon mentem keresztül, Daniel könyvének a 11. részének a 32. verse és az 1908-as Károli fordítás szerint engem nagyon sokat bátorított. Ez így szól ez a félmondat, az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ma, amikor egy kicsit megállunk és együtt gondolkodunk, ezt a három lépést gondoljuk végig. Miért olyan fontos, hogy ez a három lépés így egymás után következzen be? Az Istenét ismerő nép, itt kezdődik ez a, ez a félmondat. Ha jól ismerem Istent, ha annak ismerem Istent, aki, el tudom mondani, hogy a teremtő ő. És nem túl kicsi istenképen van, vagy nem egy hamis istenképen van, akkor ebből, a helyes istenismeretből kell, hogy következzen egy bátorság az én számomra. De ha nem helyes az istenképen, ha nem olyannak ismerem őt, amilyen, akkor ebből nem, hogy bátorság fog következni, hanem félelem, rettegés, gyávaság egyre inkább magamba fogok fordulni, és egyre kevésbé fogom megélni azt, hogy milyen nagy a mi Istenünk. De ha helyes az Isten képem, akkor ebből következik ez a bátorság. Az Istenét ismerő nép felbátorodik. Na de mi történik akkor, hogyha nem történik meg a harmadik lépés, és nincs cselekvés? Biztos mindannyian ismerünk olyan embereket, akiknek helyes az Isten képe, van bennük valamiféle indítatás arra, hogy ebből a helyes Istenismeretből cselekedjenek, de valahogy mégsem tesznek semmit. Ilyenkor következik be a frusztráció, amikor az ember belül kezd el feszülni. Tudom, hogy hív az Isten valamire, tudom, hogy kellene valamit tennem, de nem tudom, de nem akarom, de valahogy nem jön ebből, nem következik ebből a lépés. És ilyenkor befelé feszül az ember. És ahelyett, hogy ez a folyamat végig tudna menni az ember életében, csak így egyre inkább belülről feszíti saját életét és a saját dolgait. Na de, hogyha ez a három lépés végbe megy, hogy az Istent jól ismerem, ez a bátorság ott lesz az én szívemben, akkor ebből kell, hogy következzen, hogy cselekszem is. Mert az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a történelem tele van olyan emberekkel, akik ezen az egész folyamaton végigmentek. A helyes Isten ismeretükből egy olyan bátorság következett, amellyel bátor tetteket tudtak véghez vinni. Hogyha William Wilberforce-ra gondolunk, aki az egész életét oda szánta arra, hogy a rabszolgaság ellen, a rabszolgaság intézménye ellen küzdjön. Ha Martin Luther King baptista lelkészre gondolunk, aki nagyon sokat tett azért, hogy az egyenjogúság a társadalomban igen széles körben, és még inkább ez az egyenlőség elérhető legyen, tulajdonképpen mindannyian ismerjük híres beszédét, a Van egy álmom kezdetű beszédet. És még sorolhatnánk azokat a nagy történelmi embereket, figurákat, akik ezt az egész folyamatot így végigélték. De kedves hallgatók, kedves nézők, gondoljuk végig, ez a folyamat mennyire megy végig a mi életünkbe. Reggel, amikor csendességet tartunk, bővüle, pontosodik-e az Isten ismeretünk? C.S. Louis, aki ateistából lett keresztény, azt mondja, hogy Isten a nagy képromboló a róla alkotott hamis képeinket képes szétrombolni, és valami egészen különös módon helyesbíteni, felülírni ezeket. Én azt kívánom, hogy a csendességünkben, az áhítatunkban változzon, bővüljön, egyre inkább igaz Isten ismeretünk legyen. És azt kívánom, hogy ebből következzen egy bátorság a mi életünkbe. Egy bátorság, hogy akarjuk tenni az Isten akaratát. A mi környezetünkben, azok között az emberek között, akik ránk vannak bízva. És aztán harmadszor azt kívánom, hogy ez ne csak egy belső vágy legyen, hanem egy tettekben megmutatkozó igaz bátorság. Kedves nézők, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezért a folyamatért, és éljetek úgy, hogy Isten dicsőségére éltek, és mások javára. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok és együtt gondolkodhattunk.